Olyan messzire ellát a gyerek. Pedig jó messze van. Kicsula. Hol a hal? Vonat. Ott. Látod, hogy az ide csökköl a kabát. Thank you.
Mindenkinek papír repülőt bedobni. De nem, otthon is úgy kéne papír repülőt csinálni. Mi kezdtem a munkát? Ki másik felállom? A
Aha, meg hogyha egyenlő. Súlyos. Hát ízzel meg. Ez a vonatban még nem volt. Az a jó, hogyha egyenlő. Persze, nem is lehet főmászter. Hát látok, hogy főmászter. Jó, hát arra igen. Az mászni valóban az, ami még ott ülne. Hát jó, azhoz csak nem bírunk állni. Úgyhogy akkor egy nyílt. Engedted már csak itt. Már így. Mindegy. Tetszik kívánkozni. Minimum. Nem. Nem? Nem. Ezt megmondtam, hogy oda ne kerüljek. Hát. Hova? Az a nagy helyzet. Jaj. Én valamikor azt mondtam, hogy elhangoztanak, és az én hangaimat szórják szét. Nem kívánok. Sihon ne legyen emlék, és
Úgy itt az Indira van, itt úgy körülhetetlen. Szóval nem, de... A folyóba szokták ott beleszólni a hangok. Ott igen, de hát az igen. Más. Hát például Vénteleken volt, hogy az én oda is valami egyszerűen. Nem olyan sokszor tényleg, hogy most én mondjam azt, hogy elkesedett, nem tudom, de itt fül a fejem, nincs értelme. Mert hisz ugyanúgy, mint te a gyerekökkel, nem, de azok a nagy csoport, a kis csoport, talán nem csak ilyen. Ez a kapu telefon. Biztos a Tomi akar fő telefonálni, tetszik, hogy mindenek. Tomi lesz az. Tomi? A gyerekről? Itt van a nagy kapu. Kapu telefon szeretek, hogy tetszik tudna. Ezt most főle, de hát ez jó nagy butaság volt, mert viszonylag sokba kerül, ugyanakkor sok értelme nincs. Van értelme, nem kell főtjönni, mert van a kocsak. Na, jó van? Vagy... Hát ez nem viszél, semmi különös nincs. Hát. De fáj. Á, ez a legkevésbé is fáj. Csak tetszik tűnni, hogy viszonylag sokat kell csinálni, hogy valamennyi sikerüljön belőle. Ez végül is olcsó, mert egy óra műsor kerül 300-400 forintba. Na, de azt is le lehet csinálni, nem? Ugyanúgy le lehet, mint bármi mást. Szóval alapjában nem kerül annyiba, mint mondod. Hát a fényképezőgép, szóval a fényképnél olcsóbb. Ugyanakkor hát a fényképnél olcsóbb, de hát végső soron mégiscsak mozog valaki, meg beszél valaki, meg ősz hasonló. Majd bedugom, jó? Hogy sikerült utána? Vagy nem tetszik megnézni? Hát már ugye a minőség miatt, nem a... Ja, jó, akkor kapcsolat is kezdtem. Szervusz, hogy vagy mindig? Akartam mondani valamit neked? Igen. Isten éltessen sokáig, füled nyőjön a bokáig. Ezt vertek-e meg már? Ma igen. Hát, akkor jó. De te is vertek. Én meg. Nagyszerű. Milyen árja ez a játék? Mindjárt csak... Nincs itt a mikrofon, és emiatt ez a mikrofon van, hogy itt beszél, túl hangos. Hogy tetszenek ott valami az ünnepőkbe? Jó, ha lehet, akkor kerülj amarra, mert most már pont három szó mentél, úgy köröz ki, hogy... Ha én konkrétan, röviden, egy szóval válaszolhatok, gyönge közé rohadtad. De nem azt mondom, otthon összet ment a pályék? Miért? Vagy hova mennek? Nem, igen, megyünk sehova. Nem? Nem, most én. És most ezt az újságcikket hol tetszett találni? Vagy csak teljesen véletlen, hogy erő került ez a... Vagy, nem, vagy csak úgy tetszett spekulálgatni kis rá? Nem, hanem hát, hogy hogy kerül elő, mert az... Tehát nagy papáé volt, ötvenbő. Na, megmutatom. De nem, hanem hogy került elő, szóval azért kérdeztem, mert hát az ember ilyenről tud, hogy van, de nem veszi elő minden nap. Tiszta véletlen, hát más is került, mint azt mondtam, hogy az is került elő. Ez a következő... Tessék már erre felé tartani, jó? Úgy, csak úgy maga elé veszélyesre fel, és aztán így. Úgy. Na, beállom ott is. Nem, hát látszik, azt mondja, hogy... Hát az 1950-ből való, és Bács-Kiskun megyei népújság. Jó, de hogy tetszett pont most ma elővenni? Na ez... Ez tévedés, nem ma vettem elő. Én, hát dolgozgattam ott, nem tudom, hogy bütyköltem, és ez tiszta véletlen, több, mit tudom miatt, szóval kezembe került. Uh-huh. Na és akkor eszembe jutott, hogy hát többször főhoztam, hogy ültem, hogy beszélgetünk, hogy én annyira eszembe van ez, hogy de mi volt, mi történt velem, és akkor mondom, bebizonyítom, hogy én nekem volt egy kis alapom. Mm. Például egyet mondok neked, ami nem tudom, neked rosszul esett volna-e, én például fő voltam
véve Pesten az egyetemre. Mikor menni kellett volna, akkor közölte a pártitkár, helyem üresen maradt az egyetemen, közölte velem, hogy a kulák csemetét, az ellenségeinket nem neveljük ki vezetőnké, és emiatt én hoppon maradt. De melyik a műszaki egyetemre, mint tanulmányt adta, vagy melyikre? Vezet, nem vezetés, hanem vezeték nélküli irradás technika. Én rádiómérnök lettem. Gyurcsicskám, nőj már ide, mert ahogy ugrász közben rángatod ezt a ítét. Szóval ez egy elég pontos fogalmazás, hogy vezeték nélküli irradás technika. Magyarul a mostani rádiómérnöki igen, karnak felel meg. Így volt, mert az erős áramunk az... Azt hiszem rádiómérnöki karnak, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy ez a budapesti műszaki egyetemben. És valaki úgy mondta, hogy vezetés nélküli irradás technika, és akkor a főnök megharagudott nagyon. Igen, hát nem tudom, kinek volt ez az ötlete, hogy hát nem tetszik véletlenül emlékezni. Ja, ez Pesten az egyetemen volt. Uh-huh. Ja, ez még a Mátra. A... Hát gyakorlatilag Mátra, ott azt hiszem tetszik látni, hogy a tető is majd mindjárt látszódik, hogy ráközelít. Hát ez... Nem hiszem, mert a tévéadó van. Igaz, de Galjatetői tévéadó, vagy a kékes tető? Én nem tudom, nem ismerem. Jó, hát majd mindjárt látszik a másik is. Én a Galjatetőit nem ismerem. Uh-huh. Csak láttam a tévéadó, azt mondod, Márta, hát akkor biztos az. Nem ismerem. Lehet, hogy nem, a kékes ennél közelebb van ez a... Kékesi közelében van, azt mondja, 1997. 28-a, tényleg ebbe is berakom már a dátumot. Jó? Azt mondja, hogy 90. december 22, ugye? Hát itt van valami. Ez a kilátóról látszik. Ez melyik kilátó, ami kékes felé van félúton? Úgy, azaz. Itt mennek a úton a fiúk meg a lány. És a Júcsicskám bemutatja. Szóval, hát bemutatja a hegymászási tudományát. Az a lögdösést. Tessék? Annyira nem lehet elmenni se. Te lehet elmenni. Mindig möglöknek sajnos. Na jó, hát egy pár percet azért föl lehet venni, mert ez úgy van, hogy utána, amikor átmásolom, nyilván egy ilyen hosszabb szalagrú, nem mind, ami igazán sikerül. De ez hogy, mire veszed fő? Hogy veszed ezt? Hát egy szar kazettára. Hát hú van az? Ilyen kicsi. Ilyen kicsi, benne van. Tehát az előbb tetszett látni, hogy vettem elő egy kis ilyen hangkazettaszerűséget. Na mindegy, tehát arra veszi föl egy ilyen kis hangkazettára. Ez egy normál képmagnó, csak össze van kötve egy kamerával. Szóval nem, végül is nem különlegesség. Na jó, én nem. Nem is olyan jó minőségű, bár hát tetszik látni, hogy viszonylag élvezhető képe van. De arról tudni kell, hogy az már másolat. Mert ez kis kazettára dolgozik. Az még normál. Jó, hát azóta fejlődött valamit a híradás technika, a vezetés nélküli híradás technika. Na jó van, egyelőre. Jó. De tessék várni, mert...
ki? Ki bántott? Senki. Na gyere, égessél egy csillagszórót, jó? Ah, gyere, most már három gyertya is ég. Csak. Gyere, ezt most te éged meg, jó? Tessék, most ezt te gyújtsad meg a gyertyánál. Júj! Tessék, fogd meg itt a végét. De mi? Itt, ja. Mit fogtok? Gyere, Áron! Na, gyújtsunk. Te is én. Nem könnyű fával. Egyenesíts ki a végét, mert akkor megsüt. És a végét fogja. Leesett. Na, nem volt. Itt föntetvás, mert ott megégetjük. Kilukad! Az hülyeség. Gyert és csötög oda! Már nem jó tett. Az ágyra nem már, hát ráesik oda, az biztos, hogy akkor ez kívül lesz. Nem az. Te mondtad, hogy én nem azt a vegy, nézd meg el kapott. De hogy kapott el? Jó büdös van. Hol belőle még 5 centi? Nem. Azt már hiába gyújtod, az már nem ég. Nem bánts meg. Nem. Érdekes, innen nem lehet érezni a hőjét, de innen lehet. Tényleg. A villany kapcsol már hozzá. Juli, te a hajamba légy kapas velem. Engedj el. Fölül meg húzd is ki. Húzd is ki. Húzd is ki. Aha. Kapjon a gyertya, Tomi, olyan közel állsz hozzá. Tomikának a hajába belenik a fast. Ne is keressen! A gyertya belédné kapjon, Áron, arra vigyázz, mert szóróban. Mi az, Tomi? Látom! Tomi, ne háttalálj erre! Előre, előre, figyelj! Erre fogsz. Hát, kigyújj az! Á. Júj! Te is gyújts meg el. Tomi, ne lép már közé! Ülj le! Jó, vedd most már onnan Áron, már nagyon. De csak az egyik így. Egybe akarod olvasztani? Itt már most nem kettő. De ne csak köröket, hanem például koponyákat is.
Nagyon hullik. Gyorsan, hogy lehessen látni a filmen a szíkot. Írjál valamit, én meg elolvasom. Tök jól látszik ez a gébet, látod? Szóval egy fejet. De ho, akkor filmen is látszik? Persze, az még jobban. Egybe ott jön a nad, vagy a nadrágotokba. Még lehetsz egyet? Én találtam hármat, vagy négyet. Én egyet. Ezt ott is van még egy. Kapcsolod le egy kicsit, nem mira? Szóltam, ez a kicsi rózsaszálom, tudod? Ez a zene? Áronkát is. Érdekes hangja van. A francia. De ezt tudom én, az enyém még ég is. Az enyém is. Az enyém nem úgy. Persze, lángja van. Kegyeskedj erre fordulni. Yeah.
csipögött a gyertya, anyu. Nem baj. Az ő szőnyeges. Engem persze soha nem tudom. De ez miért nem olyan szikrázós? Amaz sokkal jobban szikrázik. És sok már drágább fajta. Minél drágább, annál ócskán. Ez idén vettem. És a másikat tavaly? Ezt is tervezem is meg. Másikat tavaly? Ez így van, az enyém 4 lánggal ég. Sőt, 5-tel. Ott az anyunál. Anya, kire? Nem, mert ezt nem tapizél rá. Az a kamerán. Nincs több most. Ó, nincs, itt érzem. Oké, öngyilkos lehetek. Na, rá kéne venni ezt a karácsonyi évet. Kicsi gyerek nem tud kettő de egyszerre. Az Áron is kicsi, és mégis tud. A francba. Arra fejlettem, sőt az is fejlett, hogy fához állják közben. Thank you.
Te már lecsúsztál? Mit nézel? Gyere már! Gyere! Péter! Gyere! Figyelj! Nem voltam! De egyszer! Egyedül mentem! Ott jön a kullogika már.
esély, hát nincs az semmi. Vigyázz, akkor fordulj meg itt, az vagy meg a beszédgátlója. Ez neked is... Hol? Hol? Böf! Mhm. Ez három volt. Ez is. Ez is. Azt eldobom. Jó, oda bokorba! Még nekem ad ide. Ne! Na, engedj már! Más szalszagát megenném! Utána, az az, Sanyi? Vagy ez még nem az? Hát az jó, hogy nem. Az az út vezet föl a Honvéd üdvőtől. Aha. Itt van, előn a, itt van, alattunk. Ott van, meg utolértek. Gyere már! Azért van bezárva, mert hogy karácsonykor ne lopják a fenyőt. Nem? Tehát ez a kapu már... Mert? Azt, hogy már ilyen mély. Aha. Ilyen. Mi van, Tomi, félsz? Dőr! Nem, csak ropog.
Mitől ropog így a jégtől! Ah. Feszíti szét a jég. Fú! Nyerd már el a jó utat. Végre élő ember. Bedobtad a csizmájába. Ez már kocsi út van. Erre előre ez egy egyszer sajnika. Nem kell menni oda. Vedd fel innen az adót, ahol. Hideg van erre. Tomika, inkább menjünk oda, ahol nem fúj annyira a szél. Itt lehet csúszni mondjuk ára, nem akarsz? Vedd fel innen az adót. A legalább a legközelébb. Az kész. Én nem pontosítok. Az adót, milyen jó nagy köd van, nézd csak! Vedd már föl gyorsan! Nagyon szép! A legtetejét is. Az föl van már a legtetejét. Na jó van, ennyi elég, azt hiszem belőlem. Nagyon szép vagyok, de ennyi elég. Nem? Gyerünk már, lény! Szereti a Tika megyet! Az áront! Az áront! Thank you.
Na mi van? Lihozok. Figyeljetek oda, hogy kijön, mert látod, hogy most van. Valami szar a légy. Thank you.